Ki tudja, igaz-e vagy sem, minden esetre a falusi legendák szerint Vémént valamikori nevezetes sajtgyárát egy alkalommal még Fidel Castro is meglátogatta. Ne higgyék azonban, hogy a mecsek magaslatai mögött a Geresdi dombságban meghúzódó település emlékezetében a kubai diktátor neve jelenti a legfőbb büszkeséget. Bukovinai székely család leszármazottjaként itt látta meg a napvilágot 1951. május 9-én Dárdai Pál, a pécsi MSC bajnoki ezüstérmes középpályása, a későbbi szövetségi kapitány Hertha edző Dárdai Pál édesapja. A helyi futballpályát 1949-ben a falu lakossága építette. A korabeli népsporttudósítás szerint az igával rendelkező parasztok szállították a földet, és amikor elfogyott a pénz, a Vémindi tejszövetkezet adott 5000 forintot. Ma már Fidel Castro rejtélyes utazásával együtt a sajtgyár és a tejszövetkezet emléke is a múlté. A megyei másodosztályú csapat pályáját azonban 68 éve tapossák a Vémindi futballisták. Ahogyan valamikor Dárdai Pál, 2 éve idősebb bátyja, a pályával egyedős Dárdai Lajos, vagy nyári szünidők alkalmával a fiúk, így ifjabb Dárdai Pál is. 64-65-ben erre a pályára jártam ki edzeni tulajdonképpen. Sokszor az egész nyarat itt töltöttük reggeltől estig, itt futballoztunk. Volt, amikor 2-2, 3-3 ellen, 1-1 ellen, akkor különböző atlétikai játékokat találtunk ki, magasugrást, távolugrást, rudugrást, ilyeneket csináltunk. Tehát, és 14 évesen már játszottam a Vémént 2-be, és 16 évesen akkor bekerültem a megye első osztályba játszó csapatba, és volt egy gyönyörű élményem az első gólom, hogy pécsi Kinizsi ellen, és ez Pécsen is volt a salakpályán, mert nekik salakpályájuk volt, és egy labdával elfutottam, be akartam adni, és lecsúszott, kapus kimozdult, és bement, gól lett. Tehát ez lett az első felnőtt játékosként első gólom, tehát hogy ez megmaradt bennem. Védekező irányító középpályást játszott Véménben. Elég sokat, a Pécsben 3 évet játszott, és utána azt hiszem, hogy a Mohácsi téje ott játszott 5-6 évet még. Palcsi, mert mindig Palcsi, nekem Palcsi ő. Tehát sokszor jött a mamájához nyaralni, 2 hétre kijött Pécsről, és a sógorom is szerette a futballt, és állandóan itt voltak ki. Reggeltől estig. Tényleg elmentek haza ebédelni, meg reggeli vacsora, az kész. Többi az itt focizás. Hát igen. Valamikor azért sokkal többet focizott egy játékos. Mai, mostanában nem hiszem, hogy ez a pálya tele lenne. Kis játékosokkal, piciktől kezdve, amit tudom, a 14-15 éves kor, olyan szépen megtanultunk mi focizni edző nélkül, hogy az, hát ezt nem kell elmondani, azt tudja, aki benne volt abban az időben. 70-es évek közepe táján itt egy olyan csapat volt, én már nem voltam itt, én már azt hiszem, hogy a pécsi MSC-ben voltam, és egy nagyon jó csapat volt, és NB3-ba fej-fej mellett a Siófoki Bányásszal harcba álltak az első helyért. Itt volt az utolsó meccs, a Véménnek elég volt a döntetlen, és itt 3000 néző volt, és döntetlen lett, és főütött a Vémén az NB3-ból az NB2-be, és akkor, akik abban az időben úgy nézték, vagy figyelték a sport labdarúgást, azok láthatták, hogy következő évben Mohács Vémén néven indultak NB2-be. Tehát a Mohácssal fúzionáltak, és így játszottak NB2-be. De Vémén érdemel volt, mert tulajdonképpen Vémén jutott föl az NB2-be. És 3000 néző azért nem semmi abban az időben, NB3-os meccsen. És ezen a pályán itt, ahol vagyunk most. Ez egy Hertha mez. A Palcsi azért mindig gondolta a Vémindre is, nem csak másokra. Ugyanúgy, ahogy nekünk öreg fiúknak szerzett szereléseket, tehát mezeket, Vémind is azért kapott, mert azért ő is itt sokat
edzett, sokat játszott. A bicikliket letámasztva autóba szállunk. Előttünk két családtag, a volánnál a település polgármestere, a berlini edző unokatestvére Barta Erzsébet, az anyósülésen az előjáró nagybátyja, idős Dárdai Pál. Úti célünk a dárdai szülői ház, ahol a mama, nagymama, dédnagymama, az 1929-ben született Dárdai Pálné Csongrádi Erzsébetes lánya, Dárdai Erzsébet házi süteménnyel és számos családi fotóalbummal vár bennünket. Itt hátul állatok vannak most is. Ez is bolik, hogy csak itt. Sokan szurkolagat, ott vannak érigyek. Ez csak ide. Ez Euró 2. Ez is polcsi. Ez a polcsi. Egy alig, mákosnak. Hogy is kell, hogy polcsi csak. Szikézés hazelőtt álltak. Rácsaldozott a polcsi. Itt van egy polcsi. Itt van ő. Ez a Palcsi anyukája, Palcsi, Móni, a felesége, és én vagyok. Balázs Palcsi, tesóm. Te focista. Balázs. Vagy. Húságok van az. Látod, van? Balagási képek. 14 éves Palcsi voltam itt, és Vémén csapatában játszottam, mint futbolista. Csatárként a tejüzemet képviseltük, itt kerültünk a pécsi, vagy oda kapcsoltak a pécsi tejüzemhez, és akkor ilyen salakos kis pályán játszottunk, tehát hatan, de sörgyár, mondtam, konzervgyár, meg minden olyan... Dohánygyár. Tehát ott, ahol nők dolgoztak, ott mindig voltak csapatok, és egymás ellen ilyen egynapos ilyen torna volt. Hogyha szurkoltak a Vémindiek, akkor mindig azt mondták, hajrá kis Rildó, mert ő neki a beceneve Rildó volt Palinak. És akkor nekem azt mondták, hajrá kis Rildó. De salakon a kemények voltak ám, főleg a dohányosok. Rúgtak, vágtak. Települések, hogy tartottuk a kapcsolatot, és hát nagyon menő volt, hogy itt a női csapatok itt összecsapnak, és hát akkor így mindenhol volt ugye női foci csapat. Hát sajnos azóta már. És amit mondom, amikor én beléptem a pályára, akkor elkezdtek kiabálni a somberekiek, hogy fogjátok, nem is tudom hányas mez volt rajtam, úristen, 40 éves vagyok, a 20 évesek ott vannak, és engem akarnak fogni. De nagyon jól nyomtuk, volt ott lábtörés, volt ott lábtörés is volt, úgy jövettettek a csajnak. Csajok kemények. Vére ment a dolog. Ja. Komolyan vette mindenki. Még az volt a valami, amikor csapatkapitánynak választották meg. És az utcán egy osztal azt, hogy Erzsi, hogy lehet, ilyen gyerekeid vannak neked. A Hugit akkor választottam polgármesternek, abban az időben ment itt a két polkon, a Palcsin. Ez igaz, egyszerre volt. És azt mondták, hogy lehet ilyen gyerekeid neked. És mondtam, abban beleszóltak fentről, hogy ilyenek lettek, és olyan voltak nevelve. Disznót itt szoktuk feldolgozni itt. Azért, hogy van itt anyag bőven. Hidág, de máshol is kell legyen. Kecské. Kis kecské. Hát itt mindig a kaja az mindig egészséges volt. Ott a kicsi. Mi van te? Kettő. Milyen szép kicsi kettő. Ott. Két. Itt vannak a gyönyörű kecskék. Hát nem, nézzük meg, na. Olyan szépek, hogy gyönyörűek itt a kicsik itt pihengetnek.
Vémind első embereként és a Dárdai család tagjaként mutatja be a falut az önkormányzat bejáratánál 2014 óta hivatalban lévő Barta Erzsébet. Hát nagyon büszkék vagyunk ugye itt Véminden a Dárdai családra, és hát büszkén elmondhatom, hogy idősebb Dárdai Pál és édesanyám testvérek, tehát nekünk az ifjabb Dárdai Pál, ugye a Hertha BSC vezető edzőjével közös nagymamánk van itt Véminden. Ő jelenleg 87 éves, májusban fogja betölteni a 88. életévét. Vémind egy közel 1500 fős település. Sokféle népek laknak ugye itt nagyon régóta a békében, ugye székelyek, svábok, felvidékiek és romák. Mi nagyon büszkék vagyunk a kultúrcsoportjainkra, a székelypávakörre, a német énekarra, a német zenekarra, a német tánccsoportra, és hát bontogatja szárnyait a roma tánccsoport is. Nagyon szeretnénk, nem csak mi vémindiek, hanem kb. 16 település, ez, és mint látszik is, ugye kerékpáros barát munkahely Vémind, és azon dolgozunk, hogy a régi megszüntetett vasútvonalon Pécsvárad és Bátaszék között kerékpárút épüljön. A helyi krónikás állítja, az erős német hagyományait elevenen ápoló falu nem csupán egy a dolgos, rendezett települések közül. Elkezdtem foglalkozni Vémind régi neveinek a történetével, megpróbálom ezt felderíteni, felfejteni, hogy mit jelenthetett az eredeti korai név. Emun írásmóddal jegyezték le először 1332-ben, és úgy tűnik, hogy igen messzire vezet. Az ómagyar koron keresztül egészen a római, és talán még messzebbi időkig. Valamit itt hagytak az ősök, mert ez a levegő, ez valamivel feltölti a lelkeket itt, és úgy a sportban, mint más területen is szép eredményeket érünk el, és remélem, hogy ez így lesz a jövőben is.